Mikor vegyél fel alkalmazottakat? Sziasztok, Túróczi Ákos vagyok a Filmdekor Kft-től, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy mikor érdemes, illetve milyen körülmények mellett érdemes újabb alkalmazottat felvenni, újabb alkalmazottban gondolkodni, minek kell teljesülni ahhoz szerintem, hogy úgy döntessél, hogy bővülsz akár egy vagy két fővel. Két irányba kell gondolkodni, hogy az egyik a termelés növelése, hogy az egyértelmű, hogy akkor ugye szoktak ugye fölvenni újabb kollégákat, amikor egyszerűen nagyobb a megrendelési igény, mint amit tudsz teljesíteni. Értelemszerűen ilyenkor ugye növekedni érdemes, vagy az árakon emelni, ugye ez a két út van. Ugye, hogy vagy emelsz az áraidon, és ezáltal csökken az érdeklődés a terméked iránt, de még mindig ki tudod szolgálni ugye azokat az embereket, akiket ki kell szolgálni odahoz, hogy életben maradjál. A B verzió, nem az áraidon emelsz, hanem a létszámodon emelsz, és a termelés rátát próbálod növelni, ezáltal tudsz több profithoz jutni. De vannak olyan tényezők is, mint például nálam is nagyon sokszor ugye előfordult, sőt, hát ugye mindenki így kezdi valahol, és ahogy növekszik, egyre-egyre több feladatot akar fölvenni magára, és egyre több feladatot akar levenni magára. Mondjuk, hogy egy személyes vállalkozás vagy, akkor gyakorlatilag te vagy a könyvelő, te vagy a marketinges, te vagy a cégvezető, te vagy az, aki az összes papírmunkát intézi, a telefonhívásokat, te töltöd a weboldal tartalmát, te csináld a cégeknek az összes iratát, a munkavállalóknak az összes papírját, dokumentumát, mindent, ami kell ahhoz, hogy ők belépjenek, a munkavédelmi oktatástól kezdve mindent, vagy legalábbis ugye te szervezed le ezeknek a meglétét. Plusz jó, rosszabb esetben még a munkát is ugye te végzed el a helyszínen, te mész ki és te építed be magát azt a terméket, amit forgalmazol, árulsz. Tehát mondjuk magyarul, amikor egy személyes vállalkozás valaki, vagy két személyes, akkor mindent ő csinál. És ugye egyre-egyre, hogy növekszik a cég, egyre-egyre nőnek az igények a terméke iránt, ugye vagy valaki, mint mondtam, megemeli az árait, a csillagos égig akár, és mindig annyit vállal, amennyi éppen neki elegendő, és marad a két személyes vállalkozás szintjén, vagy azt úgy dönt, hogy céget épít, és próbál kilépni abból a komfortzónából, hogy ő egész nap dolgozik, hanem próbál egy irányító tevékenységet végezni, és ugye maga alá ugye egyre több embert fölvenni, ki elvégzik majd helyette az adott feladatokat. Na most egy ilyenkor kell, olyankor kell ugye újabb kollégát fölvenni ilyen területre, amikor azt látod, hogy neked már a munkaidődben nem fér vele egyszerűen azoknak a ügyeknek az elintézése, ami szükséges ahhoz, hogy a céged növekedni tudjon. Tehát mi is, ahogy kezdtük, a saját példánkból, hogy induljunk, hogy először a papírmunkát próbáltam leadni magamról, tehát felvettem egy olyan kollégát, aki akkor még a webshopot is intézte, plusz intézte a papírmunkának a nagy részét, és én tudtam ugye továbbra is a tervezéssel foglalkozni, meg a termékfejlesztéssel, meg az ügyfelekkel. De ugye növekedtünk tovább, ugye akkor próbált az ember ugye már többfele szétszakadni, és felvettünk külön az irodába egy alkalmazottat, aki csak az irodai papírokat látja el. Ne gondolja senki, hogy ez egy kis feladat. Ha mindent patentre pontosan csinálsz a cégedbe, minden tényleg papírt a helyén akarsz tudni, akkor ez egy teljes embert igénylő feladat. Az összes emberpapír, az összes embernek a dokumentumai, a bérpapírjai, a bérezése, a munkavédelmi, tűzvédelmi oktatást, ügyjúztási engedélyek, akkor a hideghívások a cégek fele, hogyha van ügyfeled, akkor az ügyfelek fogadása, telefonos tájékoztatása, ne neked kelljen minden apró cseprő dologra válaszolni, nyilván ott van köztetek már egy szűrő nekünk is, hogy ott van az irodában a recepciós lány, aki egyébként az irodavezető is egyben, mert most egy személyben látja ezt a feladatot. Nyilván, ha nagy növekszik majd a cégünk, akkor ez a feladat is osztódni fog, tehát ő is kevés lesz rá, de jelenleg elég. Ugye ezeket a feladatokat, tehát minél több feladatot leadsz magadról, minél több feladatot le tudsz adni magadról, annál jobban tudsz fókuszálni a saját termékedre. És én ezt javaslom, hogy ez legyen a mozgató erője annak, hogy kit veszel fel, milyen kollégát, hogy azt kell megvizsgálni, hogyha te leadsz magadról feladatokat, tehát saját magadról ledobsz olyan dolgokat, amit más meg tud csinálni, hogy felveszel valakit, akkor abban az időben nem azt jelenti, hogy felveszel valakit, és akkor te hátradőled a lábadat, és akkor megvan oldva a feladatod, és neked nincs több dolgod, hanem te milyen újabb feladatokat tudsz felvenni annak a
kollégának az idejében ugye felszabadít neked, milyen újabb feladatokat tudsz felvenni, amivel ki tudod termelni az ő bérét, plusz még többet is, mert nyilván akkor van értelme ennek az egésznek, hogyha felveszel valakit, és nem csak az ő bérét termelődik ki ezáltal, hanem ugye annak a többszöröse. Ugye lehet hosszú távban is gondolkodni, nálunk is most például egy ilyen szituáció van, hogy jelenleg, hogyha felveszek valakit, most szeretnék felvenni majd egy raktárost, januártól fog valószínűleg, januártól mindenképpen fog kelleni, de lehet, hogy már idén is felvesszük, mert egyszerűen az értékesítő kollégám, aki a webshopot értékesíti, meg a műhelyben, a műhelyvezetőm, hogy értsétek, a műhelyvezető, jelenleg most annyi csomagunk van, tehát olyan mértékben megnőtt a webshopos kereslet irántunk, vagy a termékeink iránt, hogy egyszerűen az időnknek naponta két-két órát legalább mind a két kollégától elvesz az, hogy csomagolnak, meg papírt bontanak, meg a bejövő árukat rendszerezik, polcra rakják, stb. Tehát ez a munka, ami effektív az ő kvalitásukhoz képest, most az, hogy csomagot bontson valaki, hát ez nagyon nincs partiba azzal, amit ők pénzt meg tudnának keresni az idő alatt, hogy ezt a munkát nem ők végeznék. Tehát nagyjából tegnap egyébként pont meg is szültük, hogyha ez a két kolléga nem ezzel foglalkozik, hanem mondjuk a értékesítő kolléga mondjuk tud új fotókat föltölteni a weboldalra, vagy új termékeket tudunk föltenni, vagy új szöveges tartalmakat tudjuk bővíteni a weboldalunkat. Ugye ez nem rögtön fog profittán változni nyilvánvalóan, mert egy ilyen dolog az nem holnap lesz, vagy egy termék például, ha most fölrakunk egy új terméket, az nem azt jelenti, hogy ez holnaptól már működik, hanem lehet, hogy csak évek múlva. Tehát azért tudni kell, hogy mondjuk egy, ahova mi is, a mi szegmensünk is azért, tehát az a célcsoportunk nyilván, akik sok ilyen terméket építenek be, tehát ott sokszor előfordul, hogy egy, másfél, két év, mire átfut egyáltalán onnan, hogy velünk elkezdtek beszélni, segítünk a tervezésbe, beépítjük a termékeiket a tervezés szinten az épületbe, vagy legalábbis adjuk hozzá a megoldást, és utána abból termék lesz, amit utána megvesznek. Tehát, hogyha valaki ilyen dologba elkezd befektetni, mint mondjuk mi is, hogy a termékfejlesztést a weboldalon megcsináljuk, annak a hozama várhatóan egy év múlva fog beérni. Tehát amit most befektetek, az egy év múlva fog realizálódni, nem azonnal. Ugye ugyanez viszont a másik kollégánál, hogy mondjuk a műhelyvezető, akinek az egész műhelyt kéne irányítania, ő például most a napi két órában bontogat egy kartondobozt, és szedegeti ki belőle az árut, meg becsomagolgatja, hogy ő adja át ugye az ügyfeleknek, ő van képbe abszolút, hogy kinek mit gyártottunk, nem azért, mert hogy csinálhatná más, hanem ő van maximálisan képbe abban, hogy kinek mi a terméke, milyen alkatrészeket kell odaadni neki. Tehát itt már nem egy pendrive-ról beszélünk, hogy be van dobozolva, azt odaadjuk neki, hanem valamikor 2-300 alkatrészből áll egy megrendelés, és ott minden egyes alkatrészt, nem maradhat ki egy csavar se, tehát ezt nem csinálhatja akárki. Most jelenleg ugye ő csinálja, és hát tényleg nagyon sok időt elvesz az életéből, holott irányíthatná a műhelyt is abban az időben, plusz ő is dolgozik bent, és ő az egyik legjobb szakember a cégnél, hozzáteszem, tehát neki abszolút a termeléssel kéne foglalkoznia, és ehelyett csomagokat, meg dobozokat bontogat. Most ezen ugye változtatni fogunk, mert nyilván most már egyértelművé vált, hogy ez a terület nem oldódik meg napi fél órába, mert annyi belefért mindenkinek, hanem most már olyan idő eltelt, hogy muszáj felvennünk erre a pozícióra is valakit. Most ezzel arra akartam kiukadni, hogy azt vizsgáld meg, hogy van a cégedben olyan ember, aki nem azzal foglalkozik, amivel kellene. Tehát ha ő mással foglalkozna, és annak a helyére fölveszel valakit, abban az időben, amit ő most ezzel a akármivel is eltölt, hogyha nem azt csinálja, akkor megtermelje annak az új embernek a bérét, vagy összességemben megtermelődik-e. Hogyha nem most, akkor mit tudom, egy fél év múlva, egy év múlva már realizálódik a bére, mert egy emberi erőforrás a cégbe bemozgatni, az nem kiadás elsősorban, hanem egy befektetés, és ezt nagyon sokan félrekezelik. Tehát amikor egy embert fölveszel, azt ne kiadásként kezeld a cégedbe, hisz értem, hogy pénzügyileg az neked egy negatív szám, akkor amikor fölveszed, meg még valószínűleg 2-3 hónapig újra, hogy negatív szám marad, de amikor ő elkezd termelni, és elkezdi az órabért, azt az órabért elkezdi kitermelni, amit a célirányban kitűztél magadnak, onnantól kezdve az ember egy befektetés,
mert neked az pénzt hoz, nem pénzt visz. Hogyha pénzt visz egy alkalmazott, az a nagyon nagy probléma van, valamit rosszul csinálsz, vagy nem adsz neki elég munkát, vagy amit munkát adsz neki, az nem elég profittal kecsegtet, elviszi a munkabér esetleg a terméknek a gyártási költségre, meg kell vizsgálni, mit rontott el. Hogy föl tudsz venni egy alkalmazottat, mert van annyi munkád, az egyértelmű befektetés. Ezektől nem kell félni az ilyen beruházásoktól, mert ez neked pénzt fog hozni hosszú távon. Tehát vizsgáld meg azt, hogy van olyan terület a cégedben, ahol amit kiváltva egy másik ember profitot tud termelni, illetve nézd meg azt, hogy ha improduktív munkát végez is mondjuk valaki, arra veszel föl valakit, mondjuk egy tervezőt, de azáltal, hogy felveszed azt a tervezőt mondjuk, és mondjuk foglalkoztatod egy évig, addig elfogadod, hogy ő effektív nem fog neked pénzt betenni konkrétan direktbe, így direktbe a zsebedbe, viszont egy év múlva lehet, hogy profitálsz belőle, és utána éveken keresztül, hosszú éveken keresztül profitálsz belőle, és sokszorozódik az ő termelése, ugyanis mindig fog neked termelni, mindig fog neked segíteni, a te idődet termentesíteni fogja, ezáltal a cégedbe növekedni fog a bevétel, nagyobb pénzed lesz. Tehát kétféleképpen lehet kezelni az embereket, valaki, aki bejön az ajtón, mondjuk egy lakatos, az lehet, hogy már másnap profitot termel, mert mondjuk olyan dolgot kezd el csinálni, ami azonnal, mondjuk oszlopokat állít össze, mondjuk nekünk, fölveszek valakit, és a korlát oszlopokat mondjuk azt mondom neki, hogy ez a feladatod, rakd össze, egezd a talpakat, az onnantól az másnap bejön, és nekem másnap már plusz pénzt hoz, mert rakja össze ezeket a termékeket. De mondjuk bejön egy tervező, mint amit az imént mondtam, letervezek mondjuk egy terméket a webshopra, azt a tervezők berakják mondjuk a terveikbe, és az lehet, hogy csak egy másfél vagy két év múlva, vagy soha nem fog realizálódni, de előbb-utóbb fog, és az ő pénze az meg fog térülni, csak addig cashelned kell, addig finanszíroznod kell az ő bérét, sajnos be kell vállalnod negatív számként a céged életébe, de viszont előbb-utána később meg pozitív szám lesz belőle. Hát remélem, hogy érthető voltam, igyekeztem világosan fogalmazni, hogyha van valamilyen kérdésed, akkor nyugodtan itt tedd fel a lenti kommentmezőben. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és iratkozz fel. Szervusz!